Ez a Maja meséi. Az utóbbi időben egyre többet hallunk arról, hogy nem csak az értelmi, de az úgynevezett érzelmi intelligencia is nagyon fontos ahhoz, hogy boldog és teljes életet éljünk. Dénes Évi érzelmi intelligencia tréner és író. Évi, mielőtt megtudnánk, hogy hogyan lehet az embereket fejleszteni az érzelmi területen, mondd el nekünk kérlek szépen, hogy egyáltalán mi ez az érzelmi intelligencia? Egyrészt velünk született, illetve gyerekkori, magzati kori, egész pici kori kötődési lehetőségeinktől függ, valakit felvettek, hogyha sír, hagyták sírni, várt gyerek volt, nem várt gyerek volt, esetleg mennyi konfliktust látott a szülei környékén, azaz az ősbizalom mennyire fejlődött ki, ez változik, és ahogy sérülhet, ugyanúgy tudunk azzal foglalkozni, hogy miképpen tudunk önazonosak lenni az érzelmeink kifejezése és megélése tekintetében. Az érzelmi intelligenciába szerintem az is beletartozik, hogy nem csak saját magunkkal, hanem másokkal is foglalkozunk, megtanuljuk adott esetben azt, hogy a másik mire vágyik, neki mi a jó. Tehát nekem valahogy az érzelmi intelligencia az kicsit inkább kifelé vetülő dolog, mint befelé. Egészen addig kevésbé fogom tudni megérteni, hogy a másik mit érthet és mi lehet benne, amíg nem értem meg a saját érzelmi működésemet, mert mindaddig van rajtam egy szemüveg, és azon a szemüvegen keresztül értelmezem a másik működését. Tehát igen, kifelé hat, de ahogy szoktam mondani, a kifelé vezető út befelé vezet, legelőször is önmagunk érzelmi működését érdemes megérteni. Nekem volt olyan kapcsolatom, amikor mondjuk én beteg voltam, és heverésztem az ágyban, mert hogy nem tudtam fölkelni egy autóbaleset után, és akkor az akkori párom elfelejtett nekem mindent hozni. Megkérdezte, hogy kérek egy pohár teát, és akkor elsírtam magam, hogy hát így 3 nap után már jó lenne valami. Teljesen kiborult, hogy ez nem jutott eszébe, és hogy majd most aztán innentől fogva jobban figyel rám, majd eltelt X időszak, és egy műtét kapcsán ugyanoda kecmeregtünk vissza. Tehát jó emberről van szó, és mégsem tudod, tehát nincs meg benne, én ezt nevezem érzelmi intelligenciának. Ezt hogy lehet megtanítani valakinek? Először is, hogy felismerjük, hogy honnan jövünk. Tehát, hogy például, ha most a te példádnál maradunk, akkor ő mennyi gondoskodást kapott? Mit jelent számára a gondoskodás? Az, hogy szívességet tesz, hogy babusgat, simogat, ölelget, elismerő szavakat mond, ugye itt a szeretett nyelvet témája kerül elő. Tehát először is, hogyha ő megérti, hogy mi az, ami miatt van esetleg egy vakfoltja arra, hogy egyébként te 3 napja ott fekszel az ágyon, akkor igenis ennek a tudatosítása mentén ő tud ebben fejlődni, és meg tudja találni magában azt a sérült belső gyermeket, mert nyilvánvalóan neki is vannak hozott gyerekkori mintái, ami által jobban fog tudni veled kapcsolódni. Hogyan lehet ezt trenírozni? Először is az objektív személyiségelemzés például megmutatja, hogy mi a te érzelmi rendszered. Hadvezértípus vagy, akinek ugye kihívásos az elengedés, vagy például én önfeláldozó vagyok, én nagyon szívesen adok, csak ugye a határokat meg kell tanuljam, hogy nem maradjon üres a szatyrom a nap végére. Vannak, akik megfelelési kényszeresek erősen, van olyan érzelmi rendszer, akik hűvös típusok, vagy esetleg szenvedélyes, inspiratív, tehát a különböző érzelmi típusok más stresszokozó tényezőkkel rendelkeznek, és ha ezt megértem, akkor fogom tudni, hogy abból hogyan tudok tovább lépni, hiszen minden döntésünket érzelmi alapon hozzuk meg, bármennyire is azt gondoljuk, hogy a tőzsde, vagy a cégbezárás, vagy egy projekt nyitása az egy racionális döntés, ez mindig érzelmi kérdésekhez és érzelmi motivációkhoz vezet vissza. Ha hozzád valaki elmegy, és elkezd változni, akkor az nyilván kihat a környezetére, a családjára, a párjára is. Vagy még a munkájára is. Abszolút, hiszen ugye elindulunk az önazonosság felé, magyarul oda jön hozzám valaki, aki végtelenül megvan arról győződve, hogy ez tök jó, ahogy csinál. Nekem nem az a dolgom, hogy azt mondjam, hogy nem jól csinálod, nekem az a dolgom, hogy megmutassam a rendszerét, és abból lássuk, hogy mi az, ami valóban az övé, és mi az, amit esetleg pótcselekvésként, akár teljesítménykényszer, megfelelési kényszer, vagy lázadás kapcsán azt mondja, hogy hát én nem vagyok olyan, mint az apám, és kiderül, hogy minden második mondatában tükrözi ugyanazokat a működéseket. Most egy nagyon rövid példa, nemrég volt nálam valaki, és végtelenül meg volt arról győződve, hogy az a döntés helyes, amit ő tett. Hogy hogyan válik el, hogy hogyan éli tovább az életét, és látszott a gyerekkori traumája, hogy van egy apasebe. És elkezdtem meséltetni akkor az édesapjáról, és pontosan ugyanazt csinálja most, mint amit egykor vele az apukája csinált, vagy hát nyilván az édesanyjával. És ezt felismerni, hogy te hogyan hagyod el a társadalmat,
elvárásodat, mik a félelmeid, mert egyébként ezt te 3 hónaposan, 3 évesen, vagy akárhány évesen megtapasztaltad, nagyon fontos, mert rá fogsz jönni, hogy tényleg az én saját életemet élem, vagy esetleg van valami trauma, ami mentén én is megteszem azokat a tanulóköröket, amik egyébként, ha ezt ismerem, vagy felismerem, akkor elkerülhetnék. Tehát akkor is érdemes ezzel foglalkozni, ha igazándiból még nincs nagyon-nagyon nagy baj az életünkben, legalább felmérni, hogy mire kell majd odafigyelni a párkapcsolatokban és a munkában, meg az életünk összes területén. Dénes Évi érzelmi intelligencia tréner, író elérhetőségét megtalálod itt a videó alatt. Jobb alsó sarokban meg légy szíves, böködj az én fejemre, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, hogy ne maradj le egy beszélgetésről sem. Itt a Maja meséiben.